Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a videósorozatunk 8. részével jelentkezem, amelynek témája az online kontaktórák interaktív kezdésének lehetőségei digitális eszközök segítségével. Olyan módszereket szeretnék majd néhányat megmutatni, amelyek abban segítenek, hogy az óra indításakor a jelenléti oktatásban is nagyon fontos mozzanatát a tanításunknak megvalósíthassuk, mégpedig a nyitókört, amely nyilvánvalóan egészen más formában és más módon zajlik az online térben, mint a jelenléti oktatásban, ahol lehetőségünk van egymással szemben körben ülve, egymás szemébe tekintve az érzéseinket, benyomásainkat megélni, látni és reflektálni egymásra, de ugyanez a reflektív folyamat nagyon fontos a távtanulás során is. Fontos, hogy az érzéseinket, kérdéseinket, pillanatnyi hangulatunkat, előzetes tudásunkat, elvárásainkat megfogalmazhassuk az online tanulás során és a távtanulás során is. Nézzük akkor, hogy milyen céljai és kérdéstípusai lehetnek egy-egy interaktív eszköz, digitális eszköz használatnak, milyen kérdésekkel dolgozhatunk. A figyelemfelkeltés egy nagyon fontos cél az óra elején. Segíthet minket minden olyan kép, kísérlet, videó, hanganyag, vagy akár egy zene lejátszása is, amely kapcsolódik majd az óra anyagához. A figyelemfelkeltés során használhatunk a milyennek találtad, láttad, tartod a látott, hallott videót, hanganyagot. Az érzésekről, attitűdökről szerezhetünk benyomást, amennyiben az érzésekre kérdezünk rá, ezt megtehetjük egy izgalmas montázs, vagy egy akár egy tényleg egy zene lejátszásával is, és rákérdezhetünk az érzéseikre. Akár egy témára való ráhangolás is történhet egy ilyen digitális eszközzel, egy gyors alkalmazás, egy gyors visszajelzésre alkalmas alkalmazás segítségével. Például mi jut eszedbe erről a képről, vagy kísérletről, hol találkoztál már ezzel a jelenséggel típusú kérdések, illetve az előzetes tudás előhívása és mozgósítása is nagyon fontos célunk lehet, amikor egy új anyagot veszünk, rákérdezhetünk arra, hogy milyen tanult ismerethez tudjuk kapcsolni a látottakat. Nézzünk akkor még egy fontos szempontot, amely egy ilyen interaktív kezdésnél érdekes lehet. Azon túl, hogy ezekkel a gyors visszajelzést adó alkalmazásokkal a tanulóknak a visszajelzéseiről egyszerre kapunk képet, nagyon fontos az is, hogy lehetőség adódik arra is sok esetben, hogy reagáljanak a diákok, vagy akár mi magunk a beérkezett benyomásokra, hogy ezekre reflektáljunk, tehát nem csak az a fontos, hogy egy mentiméter segítségével egy szófelhőben legyen egy benyomásunk arról, hogy ki hogy van, vagy ki mit tud kapcsolni az új anyaghoz, milyen előzetes ismeretet. Megtehetjük azt, hogy egy gyors emoji, vagy egy linoid felületre kitett jegyzetek segítségével, vagy a visszajelzést adnak a diákok egymásnak is. Tehát például megtehetjük, hogy a linoidon kérünk egy-egy kártyát arra, hogy kinek mi jut eszébe, mondjuk akár Ady Endre adott versének meghallgat első hallása után milyen érzések keletkeztek benne, milyen benyomásai vannak, és megkérhetjük őket arra, hogy válasszanak egy olyan társat, akivel nagyon hasonlóan gondolkodnak, vagy tegyenek fel egy kérdést, amely foglalkoztatja őket a társaik gondolataival kapcsolatban, és ezeket egy ilyen online együttműködési felületen gyorsan és könnyedén tudunk megvalósítani, és menthetők maradnak, tehát visszanézhetjük őket akár a vers feldolgozását követően is. És akkor nézzünk néhány olyan alkalmazást, amely ebben segíthet minket, ilyen az Answer Garden, ami egy gyors
ötletbörzére ad lehetőséget. A Mentimeterről már sokszor szó esett, itt most éppen egy webináriumnak az indító szófelhő diáját láthatjuk, de több típusú prezentációt is készíthetünk, befejezetlen mondatokkal is dolgozhatunk, szavazást is indíthatunk a gyerekekkel, és ezeket akár egymásra is építhetjük. Tehát egymás után jöhet akár egymás három olyan különböző szavazás, vagy szófelhő, vagy prezentáció, amely segíti az óra előkészítését. A Linoidról már volt szó, itt ugye én nagyon fontosnak tartom, hogy a visszajelzésre is lehetőség adódik, illetve egy érdekes, izgalmas lehetőség az Edpuzzle használata, ahol tulajdonképpen különböző videókhoz érdemes rövidekben gondolkodni, nyilván egy órakezdésnél különböző kérdéseket tehetünk fel egy-egy szakasz adott pontján. Itt most egy pillanatra meg is mutatnám akkor ennek a felületét. Arra nem lesz módunk, hogy részletesen körüljárjuk, de egy benyomás erejéig fontos lehet. Tehát itt most éppen a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiának a Testképzavar című, egyébként mindenki számára elérhető, ráhangoló, beszélgetésindító kisfilmét láthatjuk. Ez a kisfilm egyébként valóban funkcióját tekintve is támogatja a ráhangolást egy témára. És ahogy látható, itt a videóhoz én tanárként jelentkeztem be, és készítettem egy-egy ponthoz egy-egy kérdést. Most megnézzük, hogy például, ha elindítom a videót. Ezen a ponton megáll, ahol egy kérdést olvashatunk. Miről szólhat a film? A cím alapján jósold meg egy szóban. Nagyon izgalmas lehetősége az Edpuzzle-nak, hogy szabadszavas választ is lehet adni a diákoknak. Nem csak tesztkérdéseket, de ezt is megtehetjük. Ezeknek a kérdéseknek, a kérdéstípusoknak a kiválasztására a szerkesztésmódban van lehetőség, és tulajdonképpen az eredményeket vissza is nézhetjük, tehát lehet ez egy komplex feladat az óra indításakor, amely egy 10 perces tevékenység keretében tulajdonképpen egy több készséget megmozgató, de az óránkat izgalmasan indító tevékenység lehet. És akkor most visszatérve a diasorhoz, tulajdonképpen a végére is értünk, és amennyiben felkeltette az érdeklődésüket ez a téma, javaslom, hogy folytassák a következő videóval, amelyben már a fejlesztő értékelésről lesz szó, amelyek nem csak a projektek idején fontosak, hanem minden tanulási folyamatban. Köszönöm a figyelmet!